34 diák és 4 kísérő tanár indult a kárpátaljai kirándulásra május 5-én. A Tóparti Gimnázium 7C osztálya pályázaton nyerte el a határon túli magyar lakta területre szervezett utazás lehetőségét. Ebben nagy szerepe volt osztályfőnöküknek, Csertő Erikának. A Határtalanul program keretében elnyert pályázati pénzből az utazási költséget és a szállást tudták biztosítani több mint 1 millió forint értékben. Ez a Betlen közalapítványnak a pályázata Határtalanul, amelyen nagyon sok iskola vett részt, és mi is nyertünk a 7. C osztállyal. Most május 5-e és 8-a között került sor az utazásra, Kárpátalján jártunk. Miután ez a Határtalanul című pályázatról szólt, és a gyerekek így azokra a helyekre eljuthatnak ennek segítségével, ami magyar lakta terület, de határon túli, azt hiszem, hogy ezek az, amik igazán közel hozzák őket ehhez a témához. A diákok a tanulmányaikhoz kapcsolódó történelmi, művészeti, földrajzi ismereteiket bővíthették. A 4 nap alatt túráztak a Kárpátokban, kuruc dalokat énekeltek a Munkácsi várban, jártak a Husztivár romjainál, ijászkodtak a Vereckei hágónál, meghallgatták a szállásadó benei iskolások műsorát, és anyáknapi előadással viszonozták azt. Sok élményt szereztek. A Vereckei hágónál tett látogatás, mivel onnét gyönyörű kilátás nyílt a Kárpátokra, máramarosi havasokra, magyar kárpátaljai tájakra, és nagyon gyönyörű volt az egész. Ott ijászkodtunk és szemetet is szedtünk, valamint általunk idézeteket írtunk kövekre, és ott hagytuk őket, tehát Petőfi idézetek. És a többi viszont az nagyon szomorú látvány volt, hogy a honfoglalási emlékművet már megint összekenték ukrán nemzeti színekkel. Viszont ez tényleg egy nagyon gyönyörű látvány volt. Nekem személy szerint a színevirító tetszett a legjobban, mert gyönyörű volt a táj, és rengeteg érdekes dolgot láttunk többek között. Ott végeztünk botanikai elemzést is a tóvizéből. Igazából az is furcsa volt, hogy ilyen nagy volt ez az egész park, ahova mentünk, mert tele volt óriási fenyőkkel, vízesés, hát kisebb vízesésekkel, és nekem személy szerint ez tetszett a legjobban. A hazaérkezés után örömmel számoltak be a Kárpátalján szerzett élményekről, valamint kiállítást rendeztek az iskola aulájában az általuk készített rajzokból és fényképekből.